illetve majd közvetlenül hozzájárultak a piacgazdaságba való átmenet elméleti és gazdaságpolitikai megalapozásához, sőt gyakorlati megalapozásához is. Második feltételezés, illetve hipotézis az, hogy ugyan ma már sokat tudunk az adott kutatott, akkor kutatott témákról, ennek ellenére az akkor készült tanulmányok ma is vállalhatók. Harmadszor a világgazdaságra nyitott kis nemzetgazdasági dimenziókkal rendelkező Magyarországon gazdasági és bizonyos mértékig a politikai döntéshozók is igényelték más hivatalos intézményekkel együtt az a különféle fejlesztési elképzelések, 5 éves fejlesztési tervek külgazdasági megalapozását. Végül feltételeztem azt, hogy a piacgazdasági átmenetnek ugye nem volt kidolgozott elmélet, ez nem feltételezés, hanem tény. Ennek ellenére most jön a feltételezés, a nemzetközi trendek azonosítása, más országok tapasztalatainak a feldolgozása nyomán Magyarországon voltak támpontok az átmenet stratégiájának a kialakításához. Ami a szemléletet és a kutatási módszert illeti, a fejlettőkés és Latin-Amerika osztályt vezető Kádár Béla a német történeti iskola módszerét követte, elsősorban Leopold von Ranke neves német történész módszerét. Ez egyfajta differenciált megközelítést jelentett. A mai szóval talán intézményi megközelítés helyett egy differenciált elemzési módszer volt, a specifikumok vizsgálatára is koncentrált. Nagyon nagy számú tényezőt vett figyelembe az egyes jelenségek vizsgálatakor, tehát nem szűkítette le az elemzést egy vagy korlátozott számú tényezőre, ami nagyon sok elméleti megközelítésnek a sajátosság. Végül megjegyzem azt is, hogy a kor színvonalának megfelelő technikai háttér az jelenleg már nehezen elképzelhető, és semmi szükség ennek a rekonstruálására. A kutatómunkának a nagy része az a statisztikai adatok összegyűjtésével és feldolgozásával telt el. Erre ma már nincs szükség, mert elektronikusan rendelkezésre állnak statisztikai adatok, adatbázisok, Excel táblák és egyéb feldolgozási lehetőségek, ami óriási előrelépés a vizsgált időszakhoz képest. A rendszerváltás előtti időszakban széleskörű világgazdasági kutatások folytak, áthallásokkal, hazai áthallásokkal. Ezek a kutatások kevésbé voltak látványosak és kevesebb figyelmet kaptak, mint például a fordulat és reform keretében folyó kutatások a pénzügykutatási intézetben, és maga ugye a eme kutatások eredménye a fordulat és reform című anyag. Milyen kutatásokban vettem részt? Hát először is regionális és országtanulmányok készültek a világgazdasági alkalmazkodásról. A regionális és országtanulmányok vezérfonala volt a világgazdasági alkalmazkodás. A másik ilyen szélesen értelmezett téma az állam gazdasági szerepvállalására vonatkozott. Itt is nagyszámú ország tapasztalatait dolgoztuk fel. A harmadik nagy téma a kifelé és befelé forduló gazdasági növekedés, exportösztönzés, importhelyettesítés tapasztalatainak a feldolgozása volt. Végül pedig a nemzetgazdasági dimenziók és a gazdasági fejlődés közötti összefüggések tanulmányozását és elemzését szeretném megemlíteni.
Itt hadd kapcsolódjak az előző délelőtti ülésen elhangzott néhány megjegyzéshez. Ha jól emlékszem, Mihályi Péter említette azt, hogy a kifelé forduló gazdasági növekedés területén már korán jelentős eredményeket értek el magyar kutatók. A világgazdasági kutatásokat nyomon követő jellegűnek nevezte az egyik hozzászóló. Ez valóban így volt, zömmel a nemzetközi trendeket követtük ezen kutatások során, de nekem például volt egy olyan érzésem, hogy Balassa Béla sok művében, Balassa Béla a Világbank alkalmazottja volt pályafutásának utolsó szakaszában, az ő műveiben Kádár Bélának nagyon sok gondolata visszaköszönt, és hát a Béla mondta is nekem, hogy a Balassa Béla, amikor Magyarországon járt, vagy külföldön találkozott vele, akkor hát igyekezett minél részletesebben kikérdezni, megtudni az ő véleményét, tehát egyfajta közvetlen vagy közvetett úttörő szerepkör azért tagadhatatlan. És hát a Kádár Bélának a Latin Amerika könyve, könyvét angolul is megjelentették, túl nagy visszhangot nem kapott a fősodorba tartozó közgazdászok részéről, de véleményem szerint ez elméletileg is egy rendkívül új, szintetizáló jellegű könyv volt. Ez persze korábban jelent meg, mint amely időszakról most szó van, tehát ez 1985 előtt több publikálta ezt a kötetet. Először magyarul, majd pedig angolul is kiadta az akadémiai kiadó. Kicsit részletesebben hadd szóljak a főbb témákról. Az egyik igen érdekes téma az a politikai szféra és a gazdasági növekedés közötti összefüggések vizsgálata volt. Ugye itt a politikai erőszakmechanizmusok és a gazdasági növekedés kapcsolatát elemeztük elsősorban Kádár Béla járt élen ezekben a kutatásokban. Ugye ő arra mutatott rá, hogy a gazdasági fejlettség viszonylag alacsony szintjén, amikor alacsony a felhalmozás, a piaci mechanizmusok nem működnek, vagy tökéletlenül működnek, akkor egyrészt a politikai erőszakmechanizmusok, a sztrájktiralom, a bérek alacsony szinten tartása, stb. Az egyfajta kényszer, a fogyasztás korlátozása, vagy alacsony szinten tartása, az egyfajta kényszer felhalmozási mechanizmusokat indít be, ami végül is a gazdasági növekedésnek, a forrása. A fő tanulság az az, hogy Írországon és talán Indián kívül nem nagyon van nemzetközi példa arra, hogy egy ország az alacsonyabb fejlettségi szintről a közepes fejlettségi vagy magasabb fejlettségi, inkább közepes fejlettségi szintre eljutott volna demokratikus politikai keretek között. Tehát Latin Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Európában a modernizáció az diktatórikus viszonyok, politikai erőszakmechanizmusok alkalmazása közepette ment végbe. Ehhez kapcsolódott egy másik kutatás, amelynek a címe a politikai szféra szerepe a gazdasági növekedésben volt, a fejlett országokat vizsgáltuk ebben a kutatás keretében. Itt a megrendelő az MSZMPKB Társadalomtudományi Intézete volt, a Szociáldemokrácia és Gazdaság című kutatási projekthez kapcsolódtak ezek a vizsgálatok. Ezt a kutatást Havas Péter vezette, békekoraira nemrégiben meghalt. A másik nagy terület az a gazdaságpolitikai és gazdaságirányítási tapasztalatoknak a feldolgozása volt egyes fejlett és fejlődő országokban.
Itt a megrendelő az országos tervhivatal, azon belül is a távlati főosztály volt. Két nagy szegmens említhető, az elsőbe beletartoztak a gyorsan iparosodó fejlődő országok, dél-kelet-ázsiai országok elsősorban, de ide tartozott még Japán is és Kína, továbbá néhány latin-amerikai ország. Itt a stratégiai tervezésnek a szerepét vizsgáltuk a gazdasági felzárkózásban. A másik szegmenst pedig a fejlett országok alkották, tehát a gazdaságirányítási tapasztalatokat, a USA, az NSZK, az Egyesült Királyság, Franciaország és még nagyszámú más fejlett ország példáján tanulmányoztuk. Készültek terjedelmes ágazati tanulmányok megadott szerkezetben, most nem sorolom fel, vas és acélipar, szénbányászat, gyógyszeripar, stb. Sok ilyen ágazati tanulmány készült, hát ezeknek az ágazati tanulmányoknak a szerkezete ma is vállalható és alkalmas bizonyos ágazatok, alágazatok, tevékenységi területek sajátosságainak a bemutatására, feltárására, fejlődési trendjeinek az azonosítására és prognosztizálására. Készítettünk energiapolitikai országtanulmányokat, áthallással a magyar bányászati programokra, EOTFIN program és hasonló. Volt egy megrendelés a párközi kapcsolatok és a magyar és külgazdasági politika közötti összefüggések vizsgálatára az MSZNP külügyi osztálya részéről. Végül a magyar külgazdasági stratégia kidolgozásában vettünk részt. Itt közép- és hosszú távú prognózisok készültek az egyes relációk vonatkozásában, miután elemeztük Magyarország és az adott ország közötti gazdasági kapcsolatok jellemzőit. Itt nagyszámú ország és országcsoport került bele ebbe a kutatásba. Országtanulmányok és készültek, és a tanulmányokból szintézist írt az osztályvezető. Ekkoriban kapcsolódtunk be más kutatásokba, például a Nagy Andrásnak a Közgazdaságtudományi Intézetben volt egy projektje, amely az importliberalizálás tapasztalataival foglalkozott. Ez már, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, úgy igencsak a rendszerváltás rendszerváltás előtti egy-két évben volt ez a kutatási projekt. Ami a piacgazdaságban való átmenet időszakát illeti, én itt nagyon röviden abból szeretnék kiindulni, hogy a washingtoni konszenzus kibővítéséről jelent meg néhány publikáció. Ilyen nagyon leegyszerűsítve a washingtoni konszenzust sokan félremagyarázták, de azért a magyar közgazdasági szakirodalomban ez egy elég jól feltárt terület. Mihály Péter többek között Szakócai Györggyel folytatott vitája, nagyon jó áttekintést ad erről a témáról. Mihály Péter tanulmánya, illetve Szakócai György tanulmánya és a kettő közötti vita. Ugye a washingtoni konszenzust röviden úgy lehet összefoglalni, hogy liberalizáció, dereguláció és privatizáció. Ezzel szemben Kádár Béla a piacgazdaságban való és a polgári, nyugat-európai típusú polgári demokráciában való átmenetnek négy dimenzióját határozta meg. Az első dimenzió az a növekedési pályaváltás, ez kiegészíti a washingtoni konszenzust. Ugye a növekedési pályaváltás kapcsán ennek a lényege az, hogy a magyar gazdasági szerkezet az elavult volt az 1980-as évek végére. Energiaigényes szerkezet alakult ki Magyarországon.
közepes fejlettség, közepes szakképzettséget igénylő ágazatok domináltak. Szükségessé vált az úgynevezett technológiaintenzív növekedési pályára való átállás. Ezt ma tudásalapú társadalomnak nevezzük, akkoriban technológiaintenzív növekedési pálya volt a elfogadott leírás ennek a jelenségnek. A gazdasági modellváltás volt a második dimenzió, itt gyakorlatilag a szocialista gazdálkodási modellnek a felváltásáról volt szó, a piaci mechanizmusok kiterjesztésével, végeredményben piacgazdaságba való átmenet volt ennek a dimenziónak a lényege. A harmadik az a politikai modellváltás. Itt a kiinduló pont az volt, hogy gazdasági modellváltást akkor hajtottak végre a világon, nagyszámú országban, miután már pontosabban politikai modellváltásra akkor került sor, amikor már ennek a gazdasági feltételei megértek. Tehát bizonyos gyors gazdasági növekedés után, bizonyos fejlettségi szakasz elérése után került sor demokratizálásra Koreában, Tajvanon és sok más országban. Az egyidejű politikai modellváltás és gazdasági modellváltás az történelmileg példa nélküli. Itt számolni kellett a politikai racionalitás és a gazdasági racionalitás konfrontációjával. Plurális politikai viszonyok között csak olyan gazdaságpolitika fogadható el, amely csak olyan gazdaságpolitika folytatható, amely a társadalom többségének a támogatását szintén bírja. Ez korlátozza a gazdaságpolitika mozgásterét. Végül a negyedik dimenzió az a külgazdasági partnerváltás volt, erről már beszélt a Nyugatai András. Ezt nem szeretném megemlíteni. Itt ugye a KGST országok részesedésének a csökkentéséről, az export-import külkereskedelmi kapcsolatoknak a fejlett piacgazdaságok felé történő átteréléséről van szó. Körülbelül ennyi fért bele a megadott időben. Köszönjük szépen! Közönségi a szó. Egyet kérdeznék. Mennyiben volt szinkronba Kádár Béla elméleti meggyőződésével? A Botos Kati mondta egy társaságban, hogy volt egy vita ugye a kormányon belül, a Rabár és a Botos féle csapat akarta emelni a béreket kvázi európai szintűre, és a Kádár Béla, mint miniszternek viszont azért az volt a véleménye, hogy a alacsonyan tartott bérek jelentenek versenyképességet. Hogy látod, hogy ezt érzékelted-e? És ugye, mint a Botos Kati mondta, ez bőven nem tett jót végső soron a versenyképességünknek az elmúlt időben. Én nem emlékszem erre. Várjunk össze, jó? Ha van esetleg más. Hangosabban jó, mert nem hallunk ideig. Csak azt jegyeztem meg, hogy ezek szerint a Botos meg a Rabár Feri, azok még a Kádárnál is kenziánusabbak bemutatkoztak. Azt mondja, a Botos azért mondott fel Rabárnál igazán. Hát szerint egyáltalán nem mondott. Én azt... Biztos, hogy Kati másképp mondotta. Azt akartam kérdezni, hogy előbb is a Inotai András alatt is elhangzott valami ilyesmi, hogy amivel én mondjuk így a politikai lelkemmel teljesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy fejlődés csak, hogy hívják a lehetséges, tehát csak társadalmi, meg kulturális, meg politikai fejlődéssel együtt lehetséges. Szeretném kérdezni, hogy amit itt szoktak mondani, hogy Chile mindennek a neoliberális gazdaságnak a mintaországa,
ahol, ha jól tudom, rendesen a... Tehát nem sokat fejlesztettek ott a közműveken, meg egyebek, tehát ott az a pinocseti lerohadtságban maradt az egész, de attól még gazdaságilag úgy tudom, hogy eléggé fölfutott. Tehát egyrészt az, hogy arról mit gondolsz, hogy lehetnek-e olyan kivételek, amikkel persze nem értünk egyet és utáljuk őket, mert jobban szeretjük, hogyha a társadalmi és a gazdasági felelősségét, de elméletileg lehetséges-el, vagy elméletileg is úgy gondolsz. Ez arra jutott most eszembe, hogy azt mondtad, hogy nem nagyon volt arra példa, hogy egyszerre van társadalmi modellváltás és igen, nem ilyen a Németország. Ahol végül is egyszerre alakult ki, ha úgy tetszik, vagy tért vissza egy igazából egy piacgazdaság, mármint 45 után, és lett egyben egy demokratikus fordulat. Kezdjük az utóbbival, az utóbbi kérdéssel. A Kozma Ferenc és a Kádár Béla között volt egy vita erről akkoriban. A Kádár Bélának, a Kádár Béla válaszának a lényege az volt, hogy ugye itt egyfajta megkésett hatástól van szó. Tudnélik, Németország az nagyon hosszú időn keresztül egy kaszárnya állam volt, kaszárnya nevezük, hát elég jelentős szerepe. Most eltekintve a Weimári köztársaság időszakától mondjuk. Szóval a gondolatmenetnek az a lényege, hogy a hitleri uralom alatt ezek a kényszermechanizmusok, ezek megvoltak, és ezzel kényszerítettek ki bizonyos társadalmi fegyelmet, és ennek a hatása, utóhatása érvényesült a II. Világháború utáni időszakban. Tehát a demokratikus politikai keretek között végbe ment gyors gazdasági növekedésben szerepe volt a Hitlerájnak, a hitleri időszak alatt alkalmazott kényszermechanizmusoknak. Ugyanez a gondolatmenet érvényes Japánra is. Ez számomra meggyőző. Ugyanez a gondolatmenet volt érvényes ugye Japánra, amely szintén demokratizálódott a II. Világháború után, és ugyanez a gondolatmenet volt érvényes Olaszországban. Most, hogy ez mennyire igazolható statisztikai, ökonometriai módszerekkel, erre én nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy nem ez volt a gazdasági növekedés, illetve a német gazdasági csoda, az olasz gazdasági csoda kizárólagos oka. De ez számomra egy tényező lehetett, ami elfogadható. Tehát a fejlődés történeti örökség. Mi volt a második kérdés? Ja, igen, ez a különbség mondjuk éppen, de... Botos Kati és a Béla álláspontja közötti különbség, ezt én nem tudom. Itt én még beszéltem volna, lett volna több idő a sok terápia kontra szakaszos átmenet dilemmáról, a kereslet korlátozó és kínálatépítő gazdaságpolitika dilemmájára. Hát ezek eléggé ez egy elég ingoványos terület, mind a kettő, mert igazából most azt mondjuk, hogy a társadalmi költségei a szakaszos átmenetnek kisebbek lettek volna. Mitől, hogyan tudjuk ezt bebizonyítani? Most még a chilei modell, tehát egyébként a bokros csomaggal szemben is felhozzák, hogy túl nagy áldozat és kevesebb társadalmi költséggel lehetett volna ezt a konszolidációt megcsinálni, amire a Lajos azt mondja, hogy jó, hát akkor mutassák be. Senki nem mondta meg, hogy mitől lett volna kisebb a társadalmi költség, és mennyivel lett volna, egyáltalán mi lett volna az a társadalmi költség. Tehát ez egy jól hangzó megállapítás, politikai célokra kiválóan alkalmas. De egyébként közgazdasági értelme nincs. Chilével kapcsolatban pedig ezt is elég részletesen akkoriban feldolgoztuk, egy külgazdasági cikk foglalkozik vele. Pablo Lara kollega tollából, ezt ilyen ösztönző kandidátus, tehát aspiráns volt a világgazdasági kutatóban. TMB ösztöndíjas volt, így van. Chile menekült volt egyébként.
A chilei modellnek az volt a lényege, hogy ugye a katonai diktatúra az biztosította a politikai keretfeltételeket, tehát amik a Pinochet hatalomra jutása után egy éven belül, ha jól emlékszem, egyharmadával csökkentek a bérek, sztrájktilalom volt, megfélemlítették a társadalmat, megnőtt a munkanélküliség, nem emlékszem, hogy mennyi, de kétszámjegyű volt a munkanélküliség ennek eredményeképpen. Itt hát a chicagói monetarista iskola, ami egyébként Citoxónak számít, ennek ezt a gazdaságpolitikát folytatta a chilei kormány, amely kikényszerítette az alkalmazkodást. Azon az áron, hogy csökkentek a bérek radikálisan és megnőtt a munkanélküliség, illetve létrehozta az egyensúlyt, a bel- és külgazdasági egyensúlyt, tehát az államháztartási deficit az eltűnt, államadósság csökkent, folyófizetési mérleg hiány szintén csökkent, illetve eltűnt, tehát a bel- és külgazdasági egyensúly viszonyok azok nagyon nagy mértékben nyomultak. Ennek a sok terápiának ez volt, tehát alkalmas volt az egyensúly helyreállítására, alkalmas volt bizonyos nem hatékony tevékenységeknek a radikális leépítésére, viszont új, tehát a struktúrapolitika szempontjából ez irreleváns volt, tehát nem járult hozzá új struktúrák mai szóval jövőorientált, jövőhordozó tevékenységeknek, a iparágoknak a kialakítása. A többi megkésetten iparosodott országban, tehát az ázsiai országokban, Dél-Koreában, Tajvanon, Szingapurban ott tudatos stratégiai tervezés és struktúrapolitika volt, tehát az politikai erőszakmechanizmusok voltak, de mögött meghúzódott egy ilyen stratégiai tervezés, ami az idő folyamán finomodott és változott. Nagyon szépen köszönjük! Tényleg szépen nem kell vetíteni, akartam, de nem. Hogy én is végülök a pályát. Elnézést kérek, itt ennek búcsú szimfónia jellege van, de én nagyon sürgősen el kell mennem, hogy ne haragudj. Most azt nem tudom, hogy lehet, hogy a Márai mondta, hogy végül ketten maradunk, a bor és Isten. Elnézést kérek. Hát akkor a jövőnek, elmondom a dolgot. Még valaki lenne, nem? Vagy jön? Igen, a korrupció kutató Deák Dániel. Nem jöttet vissza? De reggel itt volt. Ja, reggel itt volt, a lengyel acit hallgatott. Hát akkor lehet, hogy visszajön, nem? Megképzelhető, hogy visszajön. Mit fog derülni? Parancsolj! Na, kérlek szépen. Az előadásomnak az a címe, Stockholmtól Párizsig, avagy a környezetgazdaságtan 45 éve. Azért mondanék néhány dolgot a korábbiról is, mert úgy tudom, Kerekes Sándor barátom egyéb elfoglaltsága miatt az előző részt nem tartotta meg, tehát nem lesz nagyon átfedés. Mi volt Stockholmban? Ugye Stockholmban az első környezetvédelmi világkonferencia 1972-ben, ezért írtam, és hát Párizsban pedig most legutóbb a klímacsúcs. Az előadásom a Gáborer István, nem tudom, ezt tudod-e, most a közgazdaságban gyakorlatilag, amit elmondott, itt publikálta is, és úgy jellemezte, pályakép és korkép vázlat. Tehát körülbelül az enyém is stílusban ilyesmi lenne.
1970 környékén a környezeti ügyeket tekintve elég érdekes dolgok történtek, ha 1970-nel kezdünk. Az Egyesült Államokban akkor Nixon volt az elnök, és először a kormányzatban létrehoztak egy kormányzati szervet, az EPA-t, az Environmental Protection Agency-t. Elfogadtak két törvényt, a Clean Air Act-et és a Clean Water Act-et, tehát ott nem egy ilyen átfogó törvény van, hanem a különböző területekről. És gyakorlatilag, hogy elméletre térjünk, az 50 évvel ezelőtt publikált, PIGO által 50 évvel ezelőtt publikált externáliák kérdését és az externáliákat hogyan vigyük be a gazdaságba, hogyan internalizáljuk, gyakorlatilag a gyakorlatban megvalósították, hogyha tovább élt volna a PIGO és lett volna akkor még már közösségi Nobel-díj, akkor nyilván megkapta volna, de hát erről lemaradt. Tehát 1970 ez egy ilyen év. Előtte két évvel megalakult a Római Klub, fölvállalta néhány fiatal kutató a Meadows házaspár Amerikában egy modellt dolgoztak ki, 1972-ben publikálták a Limits to Growth néven, és hát egy olyan javaslatot tettek, hogy a világ ne fusson a korlátaiba, hogy nulla növekedést ajánlottak, és ennek a kis könyvecskének, mert igazából egy kis könyveske, valahogy olyan hatása volt, hogy még ide is eljutott. Mondtam egyszer a 15 évvel a hallgatóimnak, hogy még az SKPKB is megvitatta, természetesen nem tudták mi az SKPKB, tehát a Szovjetunió Kommunista Pártjának a Központi Bizottsága ott is vita volt, mert hát ugye ez egy istenkísértés, hogy valami növekedés ellen is úgy oldható meg nulla növekedéssel. 1972-ben után egy környezetre érzékeny ENSZ főtitkár volt, összehívták az első környezetvédelmi világkonferenciát. Mi nem voltunk ott, mert Moszkva összevont a szemöldökét, és állítólag azért, mert nem hívták meg az NDK-t egyenjogú partnerként, ezért nem csak az olimpiára nem mentünk el később, hanem ide sem mentünk. De tudni kell, hogy az év őszén már, amikor a UNEP, a United Nations Environment Program megvalósult, már Magyarország belépett abba. Tehát gyakorlatilag már Magyarországon is érzékelődött ez a kérdés. Európában 1973-ban már az európai közösségek elfogadta az első környezetvédelmi akcióprogramot. Tehát körülbelül ennyi történt. Most mi köze van ehhez nekem? Hát én éppen 1972-ben végeztem a közgázon, és kerültem a Bőegyetemre, és hát ugye ott választani kellett valami kutatási témát. És akkor a Bőegyetemen, a tanszékemen két kutatási téma volt, az egyik egy KGST kutatás, a másik pedig a TTF, ezt nyilván ezt ti se tudjátok, hogy mi ez a tudományos technikai forradalom. Hát hogy ne tudnál? Hát jó, igen, tudományos technikai forradalom, és volt egy ENSZ program, hogy Man and Biosphere, az ember és a bioszféra, és a KGST belül is volt egy olyan program, hogy tehát ez a MAB program, ahogy magyarosan mondjuk, a SOCMAB, mintha a szocialista ember az ugye másfajta lenne, és valahogy hát én ehhez tudtam, ehhez volt affinitásom, és a tudományos-technikai forradalom kutatáson belül lehetett foglalkozni egy ilyen környezet-gazdaságtani kutatással. Most ez akkor egy úgymond egy megtűrt dolog volt, nem volt éppen benne a főáramba, de az ember azért mindig válaszol olyan kutatási témát, ami közel áll a szívéhez. Valamiképpen talán azért, mert én egy Tisza melletti faluban születtem, ez az egész környezetügy közelebb állt hozzám, és nem rosszul fogadták. 1974-ben
A közgáz világgazdasági tanszékén ebből már lehetett védeni egyetemi doktori disszertációt. Természetesen akkor olyan kérdésekkel foglalkoztam igazából, nem olyan sokan foglalkoztak ebbe az időbe, ilyennel, mint a környezetvédelem nemzetközi világgazdasági kérdései. Tehát inkább ez volt a kérdés, hogy nemzetközileg hogy néz ki, és direktben nem tettem fel én sem, meg nem tettük fel azt a kérdést, hogy hogy a fenében lehet az, hogy igazából a szocializmusban a társadalmi érdeknek van primátusa, de mégis vannak környezeti problémák, hát néha sokkal szennyezőbbek, sokkal nagyobb gond van a cégeknél, mint mondjuk éppenséggel nem olyan messze tőlünk Ausztriába, vagy Németországba, vagy Skandináviába. Tehát az első egy ilyen téma volt, ebbe lehetett publikálni. Ugorjunk egyet, és én ezt az előadásomat úgy szedtem össze, hogy különböző publikációkon keresztül, és itt előttem van egy olyan publikáció, amelyik az Élet és Tudományban jelent meg 1986-ban, tehát most már nagyon közel vagyunk ehhez a területhez, és annak az a címe, ha nem látjuk a veszélyt, akkor az nincs. Ez egy levegőszennyezési probléma, hiszen vita volt azon, hogy Budapesten legyenek föltéve olyan mérő berendezések, és azok mutassák is, hogy mennyi a szennyezés nitrogénoxidba, különböző dolgokban. Nitrogénoxid ugye azért érdekes, mert főleg ugye a közlekedésből adódott, és a főváros, nem is tudom akkor mi volt, fővárosi tanács elnöke azt mondta, hogy nem. És ezzel kapcsolatban megjelenhetett egy ilyen cikk, hogy hát azért még van ez, ha éppen nem látjuk, de hát úgy gondolta, hogy ez politikailag zavarna. A 80-as években két terület volt, amiben igazából be lehetett kapcsolódni. Az egyik, volt egy nagy kutatás, a 80-as évek elején már annyira lestrapált állapotba került a Balaton, főleg a hévízi, a Keszthelyi öböl, a Zala szennyezése és egyéb miatt, Kis-Balaton kiirtása miatt nem volt szűrés, hogy nyáron egy ilyen algavirágzás következett be, és akkor a kormányzat föltette a kérdést, mi is az alapfunkciója a Balatonnak. Most ott szőlőtermelés a környéken, állattartó telepek, ipari üzemek legyenek, vagy pedig tényleg a turizmus és a rekreáció. És ott már egy szűkebb területet vizsgáltam jó magam is, azt, hogy a levegőszennyezésből adódóan hogy néz ki ez az egész kérdés, hiszen egy rekreációs övezetben azért fontos, hogy tiszta levegő legyen, meg megvizsgáltam, hogy például a Balatonfüreden szívszanatórium környezetében hogy miképpen. Egy másik kutatás, és az, hogy az ember mivel foglalkozik, ez a nagy rész befolyásolja, hogy hol van. Ugye én a Műegyetemen az egyik jó barátom a közlekedés gazdaságtan tanszéken volt, Tóth Lajos, és ő bevont engem abba, ami a minisztériumnál a fölmérés volt, nemrég fejeződött be korábban az, hogy vizsgálták a közlekedésnek, elsősorban a közúti közlekedésnek a pozitív externális hatását, de rá kellett jönni, hogy léteznek bizony már ekkora is negatív externális hatásai, főleg a városi levegőszennyezésből adódóan, majd később a zaj hatást is vizsgálták. Tehát ez volt az a két terület, hogy én a 80-as években főleg a kárszámítással foglalkoztam, a negatív externáliák kérdésével, és ott is a közlekedéshez kötődően. Tehát például a kandidátusi disszertációmnak is ez volt a témája, a közúti közlekedés levegőszennyezéséből eredő egészségkárosodások számítása. Az az érdekes ebben a területben, ami viszonylag egy új területtel kezd az ember foglalkozni, hogy
az alkalmazott, hogy egy alkalmazott kutatást tudjon csinálni, ahhoz alapkutatást is kell végezni. Tehát itt szerencsésen összekapcsolódott az alkalmazott kutatási dolgok az alapkutatási kérdésekkel, és ezért lehetett ebből publikálni, és lehetett hát fokozatokat is szerezni. Ugorjunk 5 évet, ez 1989, ugye, amiről igazából beszélünk, ez egy fontos az egész környezetgazdaságtani oktatási rendszerben is. Nekem a rendszerváltás igazából azt hozta, hogy a műegyetemen létre lehetett hozni egy környezetgazdaságtan tanszéket. Nagyon büszke vagyok rá részben, hogy 21 évig én vezettem, másrészt most már 28 éves és egész jó állapotban van. Nem akart átmenni az ELTE-re, megvan, és környezetmérnök egyéb hallgatóink vannak szép számmal. És ugyanebben az évben létrejött a közgázon, azt hiszem ekkor talán még Marcz Károly Közgazdaságtudományi Egyetem volt, később Budapesti Egyetem, Kerekes Sándor barátom vezetésével egy környezetgazdaságtan és árismeret tanszék, mert ez korábban árismeret és technológia volt. És még egyetemisták voltunk, aztán filozófia szigorlatra készültünk, amikor elhatároztuk, biztos sok furcsa dolgot olvastunk, hogyha nagyobb leszünk, írunk egy könyvet, és a közgazdaság és jogi könyvkiadónál ekkor jelent meg az első közös könyvünk, aminek az volt a címe Gazdasági útkeresés környezetvédelmi stratégiák. Akkor mindjárt gazdasági utat próbáltunk keresni, majd ugye ebben az esetben már szorosabb kapcsolatban lehetett lenni a keleti részekkel is. Zárójelben megjegyzem, hogy a szovjet részről is voltak jó irodalmak, főleg a Földrajzi Társaság részéről, ami nem csak természetföldrajz, de részben gazdaságföldrajzi is, aminek voltak környezeti vonatkozásai, és a Világgazdasági Intézettől, az IMEMO-tól, Mihály Péterrel együtt voltunk például 1976-ban Szuzdálban egy konferencián, ahol lehetett már környezeti kérdésekről beszélni. Zárójelben megjegyzem, hogy amikor a kárszámítás volt, ez egy érdekes elméleti kérdés, akkor gondot okozott, hogy a levegőszennyezésből eredő egészségügyi károknál hogyan is lehet számítani a veszteséget, hiszen mint tudjuk, nemzeti jövedelmet számoltunk a marxi közgazdaságtan alapján, ahol a produktív munka termelt értéket, tehát ha megbetegedett egy tanár, egy orvos, egy színész, hát Istenem, akkor az nem kár, ám de egy nagyon okos kollégám volt, Genriki Szákovics Csánov, egy docens, és azt mondta, János, menjünk el a Lomonoszovra, ott van egy okos ember, elméletileg nagyon képzett, és kérdezzük meg tőle, és roppant érdekes, senki nem hiszi el. Ugye, ha így nem lehetett megoldani a problémát, akkor így oldották meg, azt mondta, János, nyugodtan számolt ezeket az egészségügyi károkat is, mert ha meghal egy tanár, egy színész, egy orvos, hát akkor azt valakinek helyettesíteni kell, és akkor a produktív szférából kell helyettesíteni, tehát egy ilyen helyettesítő értékkel számoltunk. Most ebben az időben már felvetődött az a kérdés, hogy piacosítható-e a környezetvédelem, lehet-e gazdasági eszközöket, adókat számba venni. Ekkor leadtam egy cikket a közgazdasági szemléhez, egy évig gondolkodtak rajta, igazából meg volt szerkesztve, ott nem jelent meg, de egy nagyobb olvasottságú folyóirat, mikor onnét elhoztam és átadtam, a Valóság megjelentette, akkor, mint tudják, ez egy olvasottabb volt. Épp nézem, hogy például Vitányi Ivánnak jelent meg éppen itt ebbe, amelyikbe 91-ben egy cikke, ebbe a számba Búcsú és Remény, Csizmadi Ervinnek, Társadalom és az új rendszer, tehát akkor a Valóság, örültem végsősorban, hogy ott jelent meg, és ott volt egy nagyon érdekes kérdés, említették már Liska Tibor, aki egy tragikus sorsú zseni
közgazdaságtan zsenie volt, ő neki voltak tanulmányai, már füzetei a Római Klub megalakulása után a Budapest Klub megalakulásáról, amit végül nem ő alakította meg, hanem László Ervin, máig megvan Club of Budapest. És itt őt idézem, hiszen ugye a következőt mondta, a piac olyan, mint egy gyerekcipő, hogy a valóság mindig túlnő rajta, és a szabályozó gusba kötik a gazdasági valóságot, ezt a cipőt le kell vetni, ám de, hogyha cipő nélkül járunk hosszan, akkor tüske megy a lábunkba, ezt már én tettem hozzá, tehát egy szabályozott piacra van szükség végső soron a környezeti szempontokat tekintve. Ezután már elkezdődött egy nagyon érdekes munka, amivel azóta is jó magam is foglalkozom, ez az egész energiaügy, energiahatékonyság, környezeti hatás, klíma kérdés. Manapság ilyen dolgok érdekelnek, hogy a klímaváltozás hatása a gazdaságra, legutóbbi publikációnk angol nyelven jelent meg, a visegrádi négyeknél a decoupling, hogy válik szét a GDP növekedés és az energiafelhasználás, a relatív, abszolút szétválás kérdése, és az sem mindegy, hogy ugyanakkor hogyan alakul az energiatermelés és felhasználás ökológiai lábnyoma. Tehát mostanában már az általános kérdésekből lemegyünk részletesebb elemzésekhez, ugyanakkor ugye szükségszerűen kapcsolódik az ember ezekhez a globális ügyekhez. Ez egy nagy ENSZ kutatás volt, a UNEP finanszírozta és Kopenhágában szervezték, 15 ország volt benne minden földrészről gyakorlatilag, és ennek keretében az embernek nagyjából volt eljutni Mauritiusra, hiszen egy veszélyeztetett kis sziget, ugye az Indián-óceánban módon volt módszertani szempontokból az Energia és Környezet Laboratóriumban, Berkeleybe, tehát valóban szakmailag volt lehetőség előre haladni. Ekkor kerültünk kapcsolatba Ürge Forszász Diánával, akit még Berkeleyben találkoztunk, ő is egy olyan fizikus egyébként, klíma kutató, alternatív Nobel-díjas csapatnak tagja volt, tehát ott szerzett doktorit, de hazajött, és itt szülte meg, ez is egy izgalmas dolog, a gender szempontjából egy Nobel-díjas kutató, ugyanakkor 7 gyermeke van, azért nem egy akármi, és csodálatosan neveli, és csodálatosan kutat változatlanul. Egy nagyon sajátos kutatási téma volt a 80-as években, bocsánat, a 90-es években, a Horn kormány idején kezdődött, és az első Orbán kormány idején fejeződött be az úgynevezett MNB, ugye, tehát ami a technológia, tehát innováció és egyébben foglalkozott Magyarországon, egy ilyen hivatal volt. Az első időszakban Pungor Ernő volt az elnöke, MNB, nem? Mindegy. Csinált egy Technology Foresight programot, tehát megnézte, Japánból indul ez ki, hogyan is néz ki a jövő, mik lesznek a csomósodási pontok, és ott volt egy természeti és épített környezet ágazat, aminek elkészítettük az anyagát, bemutattuk a parlamentbe, nagyon jól fogadták, természetesen igazából nem lett belőle semmi. Nagyon szép hosszú távú elképzeléseink vannak Magyarországon, de valahogy úgy vagyok ezzel, hogy míg például egy Finnország következetesen visz végig egészségügybe, környezetügybe, oktatásba 30 évekig dolgokat,
mi úgy általában 5 évenként változtatjuk, mindig az jut eszembe, mikor az egyik nagy dohányos mondja, hogy nagy dolog leszokni a dohányzásról, én is leszoktam már 12-szer. Tehát úgy nem igazán lehet hosszú távú, és ezeknek pedig hosszú távú kérdések. Tehát a technológia előretekintési program volt, itt is sok új dolgot tanultunk és jött be ez a Delphi kérdőív alkalmazása. Azután kitanultunk egy olyat, hogy ennek az egész ügynek vannak regionális vonatkozása, és a környezetgazdaságtan 1987 után, amikor a ENSZ jelentés a fenntartható fejlődésről a Common Future publikálták a közös jövőnket, attól kezdve jó magam is, kollégáim is, a két iskola egyébként, Láng István, a Brundtland Bizottság tagja nyilatkozta egyszer egyik cikkbe, hogy létezik két iskola a közgázon és a műegyetemen, és ennek a két vezetője valahogy még nem is veszett össze egymással, sőt barátságban van. Ez a hála jó Istennek, ez a barátság megvan. Ami irányba mentünk például, és ez is jelentett mind szakmai, mind olyan kérdéseket, amelyek módszertanilag fontosak, a stratégiai környezeti elemzés, például elkészítettük a közlekedéspolitika környezeti stratégiai elemzését 2005-ben, megjelent a közlekedési környezeti tudományi szemlébe, több könyvet adtunk föl, a fenntarthatóságnak például Erdő Péterrel együtt tartottam előadást, a fenntartható fejlődés etikai összefüggése, etika, közélet, tudomány megjelent. Az akadémiai doktorimat egy olyan címmel írtam, hogy a fenntartható fejlődés közgazdasági összefüggései, a legutóbbi könyvem 2013-ban a fenntartható gazdálkodás címmel jelent meg, és egy dolog még, ami irányba az utóbbi időben elmentem, és ebbe kiváló kollégáim segítenek, Csete Mária, Horváth György doktorandusaim, a regionális tudományoknak az a vonzata, hogy a fenntarthatósági szempontból, tehát komplexen a három dimenziót nézve, természet, társadalom, gazdaság, mit lehet csinálni, és zárásként elmondanám, hogy ez talán azért érdekel különösen, mert igazából 50 év után hazamentem Egerbe, most az Eszterházi Egyetemen vagyok, és hát ugye nem egy nagy dicsőség, de Észak-Magyarország, nem Magyarország, általában Magyarország legszegényebb régiója, Európa egyik legszegényebb régiója, módunkban volt elkészíteni a megyei területfejlesztési koncepciót, mint vezető tervezőként, és ilyen dolgokra döbbentünk rá, hogy nem elég föntről nézni a világot, hiszen például Heves megyében a GDP termelés tekintve 60 Gyöngyös, Eger, a három nem túl nagy város adja a 90%-át a megye megtermelt GDP-jének, akkor gondoljuk el, hogy északra a Bükkbe, mondjuk Bükkszent Erzsébetnél, és délre a Tiszató felől Tiszanánál mekkora szegénység van. Tehát nagyon komoly feladataink vannak, hogy élhetővé tegyük az országot, a régiót, és hát tágabban természetesen a Földet. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon sokkal nem vétte már. Kicsit fogyatkoztunk itt közben. Parancsolj, hogyha... Én voltam már úgy, hogy hallgatom, levelező hallgatom, egy jött, és ketten beszéltünk, nem szokott azt zavarni. De legyen egy kérdésem. Mondjad.